Ebben a videóban a nátriumkloridról, azaz a sóról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A nátriumklorid, ahogy a neve is jelzi, nátriumból és kloridból tevődik össze, mindkettőnek számos kulcsfontosságú feladata van a szervezetünkben. Először nézzük meg, hogy mi okoz sóhiányt. Értelemszerűen, ha nem fogyasztunk elegendő sót, tehát sótlanul étkezünk. Fokozott sóvesztéssel jár a hasmenés, a hányás és minden izzadással járó tevékenység, mint sport, fizikai munka, edzés. Sóvesztést okoznak a vízhajtók és a kávé is. Egy órányi izzadással járó edzés, fizikai munka átlag másfél-kettő gramnyi nátriumvesztést okoz, ami kb. Egy teáskanálnak megfelelő sómennyiséget jelent. A túl sok kálium is vezethet sóhiányhoz. Amikor sok magas káliumtartalmú ételt fogyasztunk, érezzük, hogy kívánjuk a sót, például amikor zöldségeket, vagy egy nagyobb adag salátát eszünk, vagy egy nagyobb adag burgonyát. A burgonyának is magas a káliumtartalma, és nem véletlenül szeretjük ugye sósan enni. A túlzott vízfogyasztás felhigítja a vérben a nátriumot, így végeredményben sóvesztéshez vezet, ez egy igen veszélyes állapot, ami már ugye sok sportoló halálához is vezetett. Az alacsony szénhidrát tartalmú diéta és a böjtölés emelt sóbevitelt igényel, ugyanis mind a böjtölés, mind a kevés szénhidrát fogyasztás alatt az inzulin szintje jelentősen csökken, és az alacsony inzulin szint nagyobb mértékű sókiválasztást eredményez. Ha a következő közül több is jelen van nálunk, nagy valószínűséggel kevés a só a szervezetünkben. Gyengeség, fáradékonyság, álmosság, ezek a leggyakoribbak. A gyakori szédülések, az alacsony vérnyomás, a gyakori fejfájások, az izomgörcsök és az alacsony hőtűrő képesség. A következő részben nézzük meg, hogy mit csinál a szervezetünk a sóban lévő nátriummal, mire kell a nátrium. A nátrium együttműködve a többi ásványanyaggal szabályozza a folyadék és a vér mennyiségét a szervezetben. A nátrium nagyban hatással van a kálciumra, pontosabban nátrium nélkül a kálcium nem igazán tud érvényesülni, tehát ha a kálcium hiánnyal járó problémánk van, mondjuk csontprobléma vagy fogprobléma, gondoljunk a sóbevitelre is. A nátrium hatással van az izomfunkciókra, és az egyik főszereplő az idegi ingerület vezetésben, tehát ha idegekkel, izmokkal kapcsolatos gondunk van, szintén gondolhatunk a több só bevitelére. A nátrium a káliummal együtt működtetik a nátrium-kálium pumpát, amely kulcsfontosságú a sejtjeink normális működéséhez, a sejtanyagcsere és a biokémiai folyamatokban, végeredményben a sejtek megfelelő működéséhez. A nátriumhoz szükség van a mitokondriumokban az energia előállításához, és nátrium nélkül a szív sem tud működni. Legalább ennyire fontos a sóban lévő klorid is. A klorid először is elengedhetetlen a hidrogénklorid, azaz a gyomorsa fő alkotó elemének a sósavnak az előállításához. Ha hosszú távon sótlanul eszünk, vagy valami miatt jelentősen csökken a só mennyisége a szervezetünkben, az kevés, illetve gyenge gyomorsavhoz vezet, majd későbbi fázisban mindenféle egyéb emésztési problémához. A kloridnak jelentős a szerepe az immunrendszer működésében is. Két fő faló sejtünk, amelyek megeszik a baktériumokat és a vírusokat, a neutrofilek és a makrofágok hipoklórsavat használnak a kórokozóknak a megsemmisítéséhez. A hipoklórsavat a testünk a sóban lévő kloridból állítja elő. Tehát ha fertőzéses betegségünk van, vagy ha például elszaporodtak az emésztőrendszerünkben a kórokozók, mondjuk a kandida, az emelt sóbevitel nagy segítség lehet az immunrendszer számára. A hipoklórsav egyébként hatékonyabb a hidrogén peroxidnál is, amit szintén hasonló célokra használ az immunrendszerünk. A sóválasztásnál a két legfontosabb tényező, amit érdemes figyelembe venni, hogy az nátriumklorid legyen, tehát nem valami más, például káliumklorid, illetve hogy lehetőleg semmilyen egyéb hozzáadott anyagot ne tartalmazzon. Én mostanában finomítatlan tengeri sót és himalája sót fogyasztok, használok, de évekig patikai tisztaságú sót fogyasztottam a legtöbbet. Itt megemlíteném érdekességképpen, hogy az ember vérplazmájának hasonló az összetétele, mint a tengervíznek. Azaz a nátrium, a kálcium, a magnézium, a kén, a klórsók és a foszfor nagyjából ugyanolyan koncentrációban vannak jelen a vérünkben, mint a tengervízben.
Tehát amikor tengeri sót fogyasztunk, vagy Himalája sót, ami ugye sok millió évvel ezelőtt szintén tengeri só volt, direkt módon tápláljuk a vérünket. A napi só szükségletünk nagy mértékben függ az életvitelünktől. Ha sokat izzadunk, ha sok stressznek vagyunk kitéve, mindenképpen többre van szükségünk. Ha rengeteg szénhidrátot fogyasztunk, általában kevesebbre. Egy naponta nagyon keveset izzadó, minimális stressznek kitett ember napi só igénye kb. Másfél teáskanál. Mivel a nátrium a káliummal együtt működik a szervezetünkben, ezért a kálium bevitelünkkel arányosan növelhető a só bevitelünk is, anélkül, hogy bármilyen negatív hatást tapasztalnánk. Ugye a legnagyobb aggodalom a sóval kapcsolatban, hogy esetleg magas vérnyomást okoz. A sok só hosszú távon sem fog magas vérnyomást okozni, ha eszünk rendszeresen magas káliumtartalmú ételeket is, ami a legjobb esetben zöldségeket jelent. Létezik sóérzékenység is. A sóérzékenység az alacsony kálium szinttől és vagy az inzulin rezisztenciától lehet, tehát az inzulin rezisztenciát kell megoldani és több káliumot bevinni ahhoz, hogy a sóérzékenység megszűnjön. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.